Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabinyó vagyok. Hát egy ilyen modolós tutoriál videó lesz. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy hogyan kell bemodolni a Minecraftot azokkal a modokkal, amiket mi használunk a kalandorok sorozatban, de ennél egyszerűbb dolog nem nagyon van. Na tehát, a lényeg az, hogy választhatok ki bármelyik videót, mondjuk akkor legyen a legutóbbi, ami most fönt van YouTube-on, jelenleg legalábbis, hát a kalandorok 26-os része. Legörgettek, lenyitjátok a leírást, több. Szépen legörgettek, itt van ugye a modoknak a listája, amit használunk, és itt van, hogy csap Craft Modpack V1.3 letöltés. Rákattintatok erre, megvárjátok, amíg a számláló, ez az 5 másodperc visszaszámol, majd itt megjelenik a Skip Add. Így, most rákattintunk erre, hogy Skip Add. Beadja a MediaFire oldalát, és itt szépen letöltitek ezt a 70 megabájtos kis fájlocskát. Itt mindjárt le fog töltődni, de addig visszamegyünk az oldalra, és itt viszont a Chub Craft Modpackhoz való Forge verzióra kattintunk. Ez is egy ilyen offline-os oldal, ezt is szépen megvárjuk, amíg itt lejár az idő, itt a sarokban. És Skip Add. Úgy van. Most bead egy weboldalt. Itt most megint várni kell, mert ez megint csak reklám oldal, ezt a videót meg leállítjuk a francba. És skip, megint csak rákattintunk erre. Oldal elhagyása igen. És már is letölt nekünk a Forge 1.7.10-es verzióját. Na most ez az a Forge, amit mi használunk. Fontos, hogy ezt töltsétek le, mert lehet, hogy más Forge verziókkal bugolni fog, nem fognak jól működni a modok. Na, én most Total Commander-be fogom bemutatni, hogy hogyan kell ezeket a fájlokat használni, kicsomagolni, stb. Meg átmásolni. Én a Total Commander-t szeretem, mert sokkal egyszerűbb vele a fájlkezelés. Egyébként le lehet tölteni egy freeware verzióját, hogyha a Google-ba beírjátok, hogy Total Commander, akkor be fogja adni a weboldalukat, és ott le tudjátok majd tölteni, ha szeretitek használni, de egyébként saját géppel is ugyanúgy lehet ezt használni, illetve ezt a zippet kicsomagolni a WinRAR vagy a WinZip programmal is meg lehet csinálni. Na tehát, itt van ez a mappa, nekem ugye a letöltése Chrome 2 mappa, nekem ugye ide töltötte le, és a Chubcraft 1.3 zipbe duplán rákattintunk és belelépünk. Van benne egy mods mappa, ha még egyszer belelépünk, akkor itt látható az összes mód. Itt van egy fölösleges fájl, ezt csak én próbálgattam és úgy látszik benne maradt, ezt nektek nem kell használni, akár ki is törületitek majd. A lényeg az, hogy visszalépünk, és a mods mappát egyszerűen átmásoljuk ide a Minecraft mappánkba. Ugye az itt található users, aztán a nevetek, updata, roaming, Minecraft, itt a pont Minecraft. Tehát ezt a mods mappát szépen fogjuk, és itt alul van a másolás, szépen átmásoljuk. Így, kész is van, van egy mods mappánk, benne vannak a modok, amiket mi használunk a sorozatban. Oké. Okay. Ha ez megvolt, akkor a Forge föltelepítése következik, amit ugye letöltöttünk, viszont fontos, hogy mielőtt ezt a Forge-ot elindítjuk, indítsuk el a Minecraftunkat 1.7.10-es verzióban, hogy a szükséges jar fájlt, amit ez a Forge meg fog modolni, úgymond, be legyen töltve, tehát le legyen generálva. Ha ez kész, indítsuk el, duplán kattintsunk rá, vagy egy Enter akár, és install. Ennyi a dolgunk. Leokézzuk. És kész. Successfully azt jelenti, hogy sikeres. Miközben ezt a Forge-ot teszitek föl, a Minecraftotok ne fusson. Tehát ne legyen elindítva, mert akkor nem fogja tudni feltenni. Oké. Okay. Indítsuk el a Minecraftot. Úgyné. Én most az eredeti Minecraftomon fogom nektek megmutatni ezt a modolást, illetve ezt a telepítést meg a beállítást. Nem tudom, hogy tört kliens esetében itt a launcherben milyen elrendezésűek ezek a gombok, hogyan vannak, de valószínűleg ott is van egy olyan, ahol tudjátok szerkeszteni a profilotokat. Hát én most rámegyek erre, Edit Profile, és itt 1.8.9 van kiválasztott, de nekem nem ez kell, hanem az a Forge, amit most tettünk fel, az pedig lent van az alján, méghozzá ez kell nekem, a 1557-es. Lehet, hogy más Forge-otok is van már fönt, ha igen, akkor is ezt választjátok ki, mert ezzel biztos, hogy nem fognak bugolni a modok, és jól fog működni a dolog. Ha ez megvan, akkor Save és Play. Most beadja a
modoknak a töltését, amit láthatjátok, itt tölti. Ez egy picikét hosszabb folyamat, ezt minden indításkor meg kell várni, de igazából egy fél perc alatt általában azért megvan. Ha mondjuk nagyon gyenge a gép, akkor lehet, hogy egy percig is eltarthat, viszont akkor a modok sem biztos, hogy szaggatásmentesen fognak menni, mármint a modos világ, amit generáltok majd. De miután ez megvan, be is adja a töltőképernyőt, például a menüt, a főmenüt. Ezt most kinagyítom nagy képernyőre, és annyi, hogy egyjátékos mód. Itt most csináljuk egy új világot. Így van. Legyen mondjuk az a neve, hogy Chubb Craft Survival. Oké. Hagyjuk túlélőm most jelenleg, és a további világbeállítások gombra kattintva a világ típusánál válasszuk ki a Biomes of Plenty-t. Ez ugye azért kell, hogy Biomes of Plenty moddal generálja a világot, tehát legyenek külön, ugye nem külön, hanem legyenek extra biomaink. Ha ez megvan, akkor kattintsunk a kész gombra, majd új világ létrehozása. Szépen megvárjuk, amíg a világ legenerálódik a gépre, és már is betölti nekünk ide, kaptunk egy új mérföldkövet. Oké, na rendben. Meg is érkeztünk, és íme itt van, lehet látni, hogy milyen biomon vagyunk. Ebből már látszik, hogy sikerült, működik a dolog, és valami megtámadott, de mi ez? Na hát ennyi volt a bemodolása a Minecraftnak. Igazából nem egy ördögőség, tényleg pillanatok alatt megvan, főleg Total Commanderrel. Nagyon remélem, hogy tudtam segíteni többeteknek, mert nagyon sokan írtátok ezt le, hogy csináljak már erről egy videót, én nem akartam, de hát akkor legyen, mostan tényleg akkor semmi akadálya nincs, hogy ti is meg tudjátok ezt csinálni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó és hasznosnak találtátok, akkor lájkoljátok, kommenteljetek valamit alá, ha valami mégsem tiszta, és köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!